Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futballkárt Zóna, és a mai videóban pedig Panini FIFA 365 2023, már veszem is elő a display doboz, jó nagy, jó nehéz, tele van kártyával, brutális, innen fogunk választani 3-3 csomagot, 3 csomag lesz az első fél, 3 a második fél, és lejátszunk egy ilyen kis virtuális szimuláció keretein belül focis kártyákkal egy El Clasicot, Real Madrid, Barcelona, mindig lesz szoktuk játszani első meccsként a FIFA 365 kártyákkal már 2017 óta. Na most akkor ezt ugyanúgy folytatjuk, és nagyon kíváncsiak, elég sok a csapat, 22 csapat van ebbe a szériába most, elképesztő mennyiségű kártyát kell kigyűjteni, aki tényleg szeretne fullos albumot, 441, és a fölött van még, azt hiszem a Momentum kártya, a limitedekről nem is beszélve, mert abban is van prémium, sima, meg gold, és abból is több van most idén, szóval elképesztő, nagyon költséges lett kigyűjteni egy ilyen sorozatot, viszont lehet legalább jó, hogy lapokat kilútolni. Úgyhogy én azt mondom, hogy 3-3 csomaggal játsszuk le. Korábban voltam, hogy 2-2-vel játszottuk, összesen 4 csomaggal, de a 22 csapat miatt én kevésnek érzem. Tehát jöjjön azért Real meg Barca játékos, ne 0-0-át játszunk, úgyhogy kiegészítjük az első fél időt még egy csomaggal, tehát 3 csomag első fél idő, és akkor mit tudom én innen középről kiszedek 3-at, ez pedig a második fél idő. Nyomathatunk majd magyar meccset, Mol-Fehérvár, meg minden ilyesmi, de most első körben egy jó kis El Clasico. Hozzuk be az eredményjelzőt, bármelyik csapat az jön, csillogós, logó, topmaster, bármi, akkor az a csapat szerzett egy gólt. Lessük is meg akkor ezeket a hat kártyás csomagokat. Reméljük tényleg egy goldús találkozó lesz, én azokat a meccseket szeretem igazából, ahol van sok gól meg akció. Ez meg egy nagyon szép Fehérvár hazai, illetve vendégmez. Tök jó, tök jó. Barcelona! Fans favorite Eric Garcia. Azt a mindenit, hogy a második kártyai gólt eredményez. Vendég oldalon a Barca most. Hoppá, komoly. Ú, de szép Dominator. Manchester United-os, Marcus Rashford. Nagyon szép kártya ez is. Van itt egy Carrasco, Atletico Madrid, majd utána egy Milan, illetve egy Chelsea, tehát az első pakk az ennyi. Na nézzük akkor a következő pakkot, hogy azokból esetlegesen lesz-e még gól. Real Madrid vissza tud-e jönni. Megint mezzel nyitunk, Bayern Münchenes mezdóval. Ó, Game Changer! Milyen diszkós! Azt figyeld! Wow, nagyon jól néz ki! Calhanoglu. Majd utána egy Milánós összegyűrős mez, Deketaler. Majd egy Titan Interes még egyszer Inter, egy Tottenham Hotspur, illetve egy Lautaro Martinez, ez nagyon komoly Interes pak volt, de most a Real Madrid Barszára koncentrálunk. Következő csomag, nézzük abban mi van, Manchester City felállás kártya, majd utána a Topmaster! Alfonso Davies, és el van takarva. Ez mindig kérdés, ugye, hogy ki lehet-e figyelni a pakkokból a Topmastert. Erre most a válasz az, hogy nem. Ez nagyon durva. Ott az aláírás, úristen, de jól néz ki. Zsír, de örülök. Captain, Isaac, majd utána egy Borja, River Plate, Juventus, Bremer, majd utána ez pedig egy Fernandez teammate lap. Azt a kutya fáját, de komoly. Tű, vezet a Barca, koncentráljunk a meccsre. Második fél idő, Real még nem csinált semmit a meccsen. Hát halló, Real Madrid. Ti mikor terveztek kijönni a pályára? Marseille felálláskártya, majd utána egy Magician típusú, Tottenham Hotspur, következő egy Olympiakos, El Arabi, majd egy Bjorn Meyer Club Brugge, ez pedig egy Harry Kane, illetve a végére egy Olympiakos nem akar jönni semmilyen gól most. Kellett az a 3-3 csomag. Nagyon kellett az 3-3 csomag. Mert így veszélybe tényleg az izgalmas meccs, mert hogy alig jön gól. Manchester City, nagyon furi a vendégmeze. Nekem annyira nem bejövős, hazai az király. Van itt nekünk egy fans favorite, majd utána egy Dominator, Bayern München, Sporting. Ez pedig egy City, Ruben Dias, és a végére pedig egy Liverpool, Fabinho királyság. Nagyon komoly. Szépek ezek a kártyák, még nagyon élem, még nem unom, egyáltalán nem, nagyon tetszenek. Klubrűzsös, mezes megoldás, Topmaster! Vinicius Junior egy videóban kettő Topmaster!
Elnézés, hogy üvöltök, de atya úristen, mi történik itt? Az nagyon durván komoly. Ja, figyelj oda, ez gól amúgy. Majd elfelejtem, hogy ez amúgy gól, 1-1. A meccs állása. Topmasterrel, és ugyanúgy egy gólt ér, komoly. Gündogan, majd egy Milic. Van itt egy barcelonás Rafinha, mi történik az utolsó csomagban? Te jó ég. Tottenham Hotspur, Richarlison a végére. Le vagyok sokkolva. Hát nyert a Barcelona 2-1-re, de hogy milyen lapok voltak itt, te jó ég. Hát a kettő topmaster az valami világi. És azt figyeld az esélyeket. Kirakom. Az esélyeket azt figyeld. Ott a hátulján a paknak topmaster 25 csomagonként. 25 csomagonként jön a topmaster. Mi bontottunk 6 csomagot, és 2 jött. Az nagy makker dolog. Wow. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és megnéztétek ezt a videót. Nektek is legalább legyen ilyen szerencsétek, vagy még jobb, hogy nyissatok bele a Momentum labba, nyissatok be az Invincible-be, de ezek a topmasterek is, azok az aláírásokkal gyönyörűen néznek ki, ez a digitálisan rányomtatott aláírás, ez fantasztikusan feldobja a kártyát. Wow, találkozunk majd holnap. Holnap Haaland kártyára fogunk vadászni egy jó kis City csapatszett dobozza, azt is lesétek majd meg. FIFA Mobile a gaming csatornán. Köszönöm, hogy itt voltatok, legyetek jók, sziasztok! Két topmaster! Öt az!